napot kívánok, az ATV híradóját látják. Köböl Anita vagyok. A párizsi olimpia zárónapján született meg a 6. magyar aranyérem. Gulyás Michel öttusában volt a legjobb. A külföldi embercsempészek 90%-át engedte szabadon a kormány. A BM szerint jó döntés volt. Az Intercity-k közel kétharmada késik. Vitézi Dávid szerint évtizedek óta nem látott leépülésben van a MÁV. Nagyszabású showműsorral zárult tegnap este a párizsi olimpia. 18 versenynap és 329 bajnok avatása után értek véget a 33. nyári ötkarikás játékok. A záróünnepségen a 2028-as helyszín Los Angeles polgármestere vette át az olimpiai zászlót, amit Tom Cruise juttatott el Kaliforniába. Az olimpia záró ceremóniáját több mint 71.500 néző követte a helyszínen. A műsorban 270 fellépő működött közre. A rendezvényt a francia belügyminiszter szerint a stadionon belül 2000 rendőr és csendőr, a stadionon kívül pedig mintegy 30.000 rendfenntartó biztosította. A 14. helyen végzett Magyarország a párizsi olimpia éremtáblázatán. A magyar küldöttség 6 arany, 7 ezüst és ugyancsak 6 bronzérmet szerzett. Az ötkarikás játékokon az 5 érmet, közte 3 aranyat szerző úszók szerepeltek a legeredményesebben a magyar csapatból. Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja szerint a magyarok egy nehéz versenyben álltak helyt. A sportszövetségeknek azonban utólag értékelniük kell, hogy miben lehet még javulni, mert kajakkenuban, vízilabdában vagy birkózásban sem jöttek a korábban megszokott aranyak. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is elégedett a magyar csapat teljesítményével. Az az örömteli számomra legalábbis, hogy a fiatalok voltak azok, akik eszméletlenül bátran és jól versenyeztek, vagy akik első olimpiájukon voltak, és szemtelenül fiatalon nagyon jól szerepeltek, és ez nagyon örömteli, mert Los Angelesre azt gondolom, hogy még izmosabb csapattal tudunk majd elmenni. Az elítélt külföldi embercsempészek kiengedése a börtönből, valamint kitoloncolásuk hatékony, jelentős költségvetési megtakarítást eredményezett, és csökkentette a büntetés végrehajtási intézmények zsúfoltságát. Ezt közölte híradónkkal a belügyminisztérium. Az elfogott külföldi embercsempészek 90%-át engedte szabadon a kormány. Az ellenzék és szakértők is etikai és jogi aggályaikra várnak választ. Az elfogott külföldi embercsempészek 90%-át, összesen 2290 elítéltet engedett már szabadon a kormány egy év alatt, akik így mentesültek a tényleges börtönbüntetéstől. Erről írt hétvégén közösségi oldalán Tompos Márton, a Momentum elnöke. Az országgyűlési képviselő úgy becsülte, az elengedett embercsempészek akár 30 milliárd forint értékű forgalmat bonyolíthattak le, és most visszajuthatnak a fekete gazdaságba. Mindössze 16 olyan embercsempész van, akiket másodjára is elfogtak a hatóságok. 2290 ember szabadon lett engedve, és hát fogalma sincs senkinek, hogy éppen a kontinensen vagy Magyarországon belül mit csinálnak. Az szinte biztos, és ezt már több tényfeltáró cikk is bebizonyította, hogy ugyanúgy folytatják azt a tevékenységet, mint amit ahogy előtte. A kormány korábban úgy módosította a veszélyhelyzeti rendelet alkotására szabályokat, hogy automatizmussal engedik el az embercsempészeket egy egyszerűsített eljárás végén. Rengeteg ember nem tud semmilyen szabályozott módon menedékkéremet benyújtani Magyarországon. Ezzel a magyar jogalkotó az embercsempészek karjaiba löki őket, majd utána elfogja ezeket az embercsempészeket, lefolytat egy hatósági és bírósági eljárást a magyar állam, majd azzal a rendülettel vissza is engedi őket. Az embercsempészetet a legenyhébb esetben is 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetni a magyar jog, de a haszonszerzés céljából vagy bűnszervezetben való elkövetés esetén akár 8 vagy 10 év szabadságvesztésre lehetne ítélni az elkövetőt. Ezzel szemben az eljárás végén az elengedett külföldi embercsempészeknek 72 óra alatt el kell hagyniuk Magyarország területét. A szabály egy furcsa helyzetet is eredményez Gerő Tamás ügyvéd szerint, mert a magyarokra más büntetés vár, mint a csupán kiutasított külföldire. Ez olyan szempontból diszkriminatív, hogy a magyar állampolgárok, akiket az út esetben felhasználnak ezek az embercsempészek a bűncselekmények elkövetéséhez, illetve az út esetben testvérek vagy bűnsegédek, azoknak főleg, hogyha bűnszervezetben állítják meg a bűncselekményt, akkor súlyos, hosszú ideig tartó szabadságvesztést kell letölteni. Az eljárás indokaira kerestük a belügyminisztériumot. Válaszukban hangsúlyozták, hogy milliárdos költségekkel járna ennyi embercsempész fogvatartása, valamint azzal érveltek a hatékonyság mellett, hogy mindössze 16 embercsempészt fogtak el újra, és csökkent a börtönök zsúfoltsága is.
Levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez Magyar Péter a kórházakban felmerült klímaproblémák miatt. A Tisza párt elnöke arról kérdezte a tárca vezetőt, hogy hány műtét maradt el a klímaberendezések meghibásodása miatt, valamint hogy hogyan készül a kormány az új hőhullámra. A politikus azt is bejelentette, hogy a héten tesztelni fogja a kórtermek és műtők hőmérsékletét. Kulya András EP képviselővel járják majd sorra a kórházakat, hogy digitális hőmérőkkel mérjék a hőmérsékletet a kórtermekben és a műtőkben. Karácsony Gergely és Vitézi Dávid után hétvégén a Kétfarkú Kutyapárt társelnökével is egyeztetett Magyar Péter. A találkozóról ezúttal sem derültek ki részletek. A Tisza párt elnöke mindössze annyit írt róla közösségi oldalán, hogy Kovács Gergellyel egyetértettek az örök élet és az ingyen sör fontosságában, valamint abban is, hogy az országnak és a településeknek is jót tenne, ha a Fidesz-DK szövetség a jövőben az ellenzéki térfélen tudna még inkább kiteljesedni és erősödni. Közben Kovács Gergely a Válasz Online-nak arról beszélt, hogy szerinte egy éven belül feloszlik a fővárosi közgyűlés. Hozzátette, az MSZP-DK párbeszéd koalícióról azért nincs jó véleménye, mert ismeri őket. A tiszásokról meg azért nincs rossz, mert nem ismeri őket. Soha nem késett még annyi Intercity vonat, mint idén júliusban. Erről ír Vitézi Dávid, aki szerint olyan mértékű a vasút leépülése, amit évtizedek óta nem láttunk, és amiben Lázár Jánosnak is felelőssége van. A vasutasok szakszervezetének elnöke hozzátette, a balesetek és gázolások is hozzájárulnak a késésekhez. Abban viszont mindketten egyetértenek, hogy forrás bevonás és reformok szükségesek. Kerestük a Lázár János vezette szaktárcát, de adásunkig nem kaptunk választ. Csak remélhetik az utasok, hogy ez a szerelvény időben megérkezik Szolnokra. A MÁV Informon ugyanis záporoznak a késésekről szóló posztok. A pontatlan vonatokat a legtöbbször műszaki okokkal, járműhibával vagy éppen váltó problémákkal magyarázzák. Naponta az az 5 perc, 10 perc késés az mindig megvan, de azon csodálkozunk tényleg, hogyha pontosan érkezik a vonat. Mindig késve érünk a munkahelyre, és nem tudjuk, hogy miből, okból késnek. Ez mit jelent pontosan az a késés? Hát egy 10-15 perc késéssel jönnek mindig meg a vonatok, és nem tudom, milyen okból. Nyáron még a hőség is rátesz egy lapáttal a már meglévő problémákra. Egyszer késett a múltkor egy fél órát egy vonat, de az Aradon szálltam föl, és az hát azért késett, mivel hogy meleg volt, és nem tudtak gyorsabban jönni. Vitézi Dávid újfent ezekre a bosszúságokra hívta fel a figyelmet. Legújabb Facebook posztjában ismételten aláhúzta, hogy zuhanó repülésben van a Magyar Vasút megbízhatósága. Ebben azt részletezte, hogy az Intercity és más feláras vonatok 63%-a 5 percnél is többet késik. Lázár János elmúlt 2 éve közlekedési miniszterként minden létező fronton rontott a helyzeten. A szakember szerint tengernyi a probléma, mint például a romló pályaállapotok, alkalmatlan kocsik, visszamondott beszerzések és leállított beruházások. Néhány 10 milliárd már látszana. A teljes rendszer megreformálásához azonban 100 milliárdos összegre lenne szükség. Egyrészt új járműveket, új mozdonyokat, új motorvonatokat, új IC-kocsikat vegyünk, és elkezdjünk nagy volumenű pályafelújításokat csinálni. De ezt Románia vagy Bulgária is csinálja, nem hogy a nálunk fejlettebb Európai Uniós tagországok. Magyarországnak erre meg kéne találni a módot. Nyilván az ideális az lenne, hogyha hozzáférnénk az uniós forrásokhoz, de amíg ez nem történik meg, addig is hazai forrásokból költeni kellene a Magyar Vasútra, mert olyan mértékű a leépülés, amit évtizedek óta nem láttunk. A forrás kivonást a vasutasok szakszervezete is problémásnak tartja. Meleg János ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid egy dologgal nem számolt. Hogy például mennyi olyan kereszteződésben meglévő balesetek történtek, öngyilkosság és a többi, ami szintén jelentősen megnöveli a figyelmetlenségből eredően az, hogy az utazóközönség ilyen esetekben is ugyanúgy elszenvedi a vonat késéseket, mint hogyha márnak a saját hibája lenne. Vitézi Dávid kritikája kapcsán keresjük az Építési és Közlekedési Minisztériumot, de adásunkig nem érkezett válasz. Tavaly 228 millió, idén eddig 126 millió forintot költöttek üzemanyagra az országgyűlési képviselők, tudta meg a Népszava.
A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a 199 képviselőből 119-en használták üzemanyagkártyájukat. A legtöbbet a kormánypárti politikusok költötték, 89,1 millió forintot. A képviselők közül Hörcsik Richárd fordított a legtöbbet benzinre állami pénzből. Idén eddig 2,7 millió forintért tankolt. A második helyen az ugyancsak fideszes Bánki Erik áll, a harmadikon pedig Kósa Lajos 1,9 milliós költéssel. Az első ellenzéki politikus a 14. helyen van a listán. A jobbikos Balassa Péter idén 1,7 millió forintot autózott el. Az elszámolt felvételi pontok kijavítását ígéri az oktatási hivatal. A szervezetet a Népszava kereste meg, miután több diák jelezte, hogy az informatikai rendszerben egyik napról a másikra csökkentek a pontjai, eltűnt a bizonyítványa, vagy nem a legjobb eredményét vették figyelembe. Válaszában a hivatal azt írta, ha kiderül, hogy valakinek tévesen számolták ki a pontszámait, és emiatt nem került be egy képzésre vagy egyetemre, az módosított besorolási döntést kap, és a korrigált pontok szerint a jelentkezés sorrendjében jelölt legkedvezőbb helyre veszik fel. A zavart egyébként idén az okozta, hogy változott a pontszámítás. Az egyetemek maguk dönthették el, mire adnak 100 plusz pontot. Ehhez egy új számítógépes rendszer készült, az adatokat pedig az oktatási hivatal és az egyetem is kezelte. Tűzütött ki a zaporizsiai atomerőmű hűtőtornyaiban vasárnap. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azt közölte, hogy erős, sötét füstöt látott a létesítményből, de a tűznek nincs hatása a nukleáris biztonságra. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szerint orosz erők okozták a tüzet az erőműben, hogy zsarolják Ukrajnát. A Kreml viszont az ukrán ágyúzást okolja a történtekért. Az atomerőmű egyébként 2022 óta orosz csapatok és tisztviselők ellenőrzése alatt áll. Több mint két éve nem termel áramot, és április óta mind a hat reaktor teljes, úgynevezett hideg leállásban van. Megerősítette Oroszország három Ukrajnával határos régiójának védelmét napokkal azután, hogy ukrán egységek törtek be a Kurszki területre. Elemzők szerint az offenzíva célja, hogy orosz erőket vonjon el a frontról, és előnyösebb pozícióba hozza az orosz agressziótól szenvedő Ukrajnát a béketárgyalások előtt. Közben Belarus is erősítést küldött a határra, és azzal vádolta Ukrajnát, hogy drónjai megsértették a légterét. Meghalt egy 35 éves ukrán férfi és 4 éves kisfia Kijev mellett egy orosz légi csapás miatt. Az ukrán elnök szerint egy észak-koreai rakéta darabjai zuhantak a házukra. Hárman megsérültek, köztük egy 10 éves fiú. Kedden az ukránok ellentámadásba lendültek és behatoltak Oroszország Kurszki területére. A határ közeléből 76 ezer embert evakuáltak. A családom Kurszk városába menekült, amint tudott, hogy ottani rokonoknál szálljanak meg. Mi nem tudtuk, hová mehetnénk. Mondta egy orosz nő, aki 2,5 évvel a háború kitörése után tapasztalja meg, mit élhetnek át ukránok milliói az orosz agresszió miatt. Moszkvai közlések alapján múlt éjjel 14 ukrán drónt és 4 rakétát lőttek le a Kurszki terület és 18 drónt más orosz régiók fölött. A Kurszki ügyvivő kormányzó szerint legalább 13 ember megsérült, amikor egy lelőtt ukrán rakéta darabjai rázuhantak egy 9-szintes lakóépületre. 114 embert vezényeltünk ki, közülük 42-t a rendkívüli helyzetek minisztériumától. 15 embert megmentettünk, 30-at evakuáltunk, közülük 12 kap orvosi ellátást, mondta egy orosz tisztviselő. Az orosz védelmi minisztérium olyan felvételeket tett közé, amelyeken állítólag ukrán tankokra mértek csapást a Kurszki területen. Bár Valerij Gerasimov orosz vezérkari főnök már szerdán arról beszélt, hogy megállították az ukránokat. Kiűzni még azóta sem tudták őket. Jelentéseket kaptam Szirszki főparancsnoktól arról, hogy orosz területre is kiterjesztettük a harcokat. Hálás vagyok a védelmi erőknek. Ukrajna bebizonyítja, hogy igazságot szolgáltat és nyomást helyez az agresszorra, mondta az ukrán elnök. Oroszország három határmenti régió védelmét is megerősítette. A vele szövetséges Belarus is erősítést küldött az ukrán határra, és azt állította, hogy ukrán drónokat lőtt le, miután megsértették a légterét. Emiatt a belarusz külügy az ukrán diplomáciai ügyvivőt is berendelte.
visszalépése óta először adott interjút Joe Biden. Az amerikai elnök a CBS-nek szólalt meg. Azt mondta, részben azért lépett vissza az elnökválasztástól, hogy a demokrata párt legsürgetőbb feladatára, Donald Trump győzelmének megakadályozására összpontosíthasson. Hozzátette, továbbra is tartja azt a véleményét, hogy nem volt esélytelen a győzelemre, mert az általa ismert közvéleménykutatások visszalépésének bejelentésekor is fejfej melletti versenyt mutattak republikánus kihívójával szemben. Ismét hőségriadó van az országban. A másodfokú riasztást péntekig adták ki a tartós kánikula miatt. A következő napokban kiemelten figyelnünk kell, hogy a hőgutát elkerüljük, és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk. Az idén nyáron nem volt ritka, hogy napokig 35 fok feletti hőmérsékletet mértünk. A klímatudósok évtizedek óta mondják, hogy egyre hosszabb és erősebb hőhullámokkal kell számolni. A híradónknak nyilatkozó klímapolitikai szakember szerint ennél jobb már nem lesz a helyzet. Magyarország klímája már megváltozott, tehát hogyha megnézzük a mezőgazdasági termelést, hogy miket termelünk, akkor nagyon szépen látszik, hogy nem tudom, málnát már nem termesztünk, mert egyszerűen nem lehet a mai magyar éghajlaton málnát termeszteni. Ugyanez a helyzet a krumplival, ugye nagyon lecsökkent a krumpli termelés, mert nem olyan az éghajlat. A tartós hőség kihívások elé állítja a villamos energiarendszerünket is. Július 16-án megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári magyarországi áramfogyasztási rekord. 7036 megawattot ért el a magyarországi villamos energiarendszer terhelése. Csökkenteni kell a kibocsátásokat, nem csak Magyarországon is, meg az egész világon is. Ebben egyébként vannak eredményeink, tehát Magyarországon jelentősen mért, ugye ma már a hazai villamos energiatermelésnek egy, ha jól tudom, olyan 15%-a a napenergiából származik, és ez önmagában nem hangzik egy nagy számnak, de hogyha arra gondolunk, hogy 6-7 évvel ezelőtt ez jóformán semmi nem volt, ahhoz képest egy elég jelentős változás. A WHO augusztus 1-én közzétett adatai szerint egyre több haláleset tudható be a folyamatosan megdőlő hőmérsékleti rekordnak. Európában évente átlagosan 176 ezer ember hal meg a kánikula miatt. Nem volt nagyon régen, amikor a harmadfokú hőségriadó állapotában voltunk, és ez tartósnak bizonyult, láttuk a mentők SS statisztikáin is, hogy körülbelül 20-30%-kal több rosszul léthez riasztottak minket a kánikulában. Ez azt jelentette, hogy bizonyos napokon 4500 körüli esetszámmal dolgoztunk, csak összehasonlításképpen egy átlagos napon olyan 3600-3700 esete szokott lenni a mentőszolgálatnak. A szakemberek szerint nagyon magas lesz az UV-sugárzás, vízparton 8 fölötti indexek is előfordulhatnak. A magas hőmérséklet kora délelőttől késő délutánig okozhat hőgutát. Így érdemes kerülni a fizikai terheléseket és a stresszes helyzeteket. Fontos, hogy felfrissüljünk, megelőzzük a hőgutát. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy keressük az árnyékos vagy klimatizált helyeket, és fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot. Sajnos ilyenkor a legsúlyosabb következményekkel is számolni kell, sztrókok, infarktusok, sztrókok számának a növekedésével, másrészt pedig a hőterhelés okozta problémákkal, tehát egyre inkább elő fog jönni a hőgörcsök, hőkifáradásnak a problémája, és hát egy-két nap múlva, főleg a tovább emelkedő hőmérsékletben és ebben az erősödő kánikulában bizony egyre inkább már a hőguta veszélye is föl fog merülni. Ezek életveszélyes következmények. A közlekedőknek különösen veszélyes a kánikula. A reflexidő alaposan megnő, nagyon sokan ingerültebbé, agresszívebbé válhatnak. A baleseti veszélyhelyzet ilyenkor sokkal fokozottabb. Fontos tehát a türelem a következő napokban. Az uniós statisztika szerint Ausztria után Magyarországon a legdrágább a fagyi az Európai Unióban. Az Eurostat a tavalyi árakat hasonlította össze, ebből pedig az derül ki, hogy Ausztriában 7,7, Magyarországon 4,8 euróba került egy liter fagylalt előállítása. A harmadik legdrágább a görög fagylalt 3,7 eurós literenkénti átlagárral. A legalacsonyabb áru fagylaltot Németországban állították elő, literenként 1,8 eurós árral. Híradónkat követően nem sokára kezdődik a fórum. Szlazsánszky Ferenc várja az önök hívásait. Szervusz Feri, köszöntelek. Lesznek esetleg új témáid a reggeliekhez képest? Szervusz Anita, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, lesznek. Hőmérővel járja az országot Magyar Péter, hogy bemutassa a társadalomnak, hogy milyen klimatikus viszonyok uralkodnak az egészségügyi intézményekben, hogy például hány fok van a kórházi ágyak körül.
ágyról és Magyar Péterről posztolt a DK elnöke Gyurcsány Ferenc teljesen más összefüggésben. Gyurcsány felrója Magyar Péternek, hogy miközben Magyar a DK-t kék fideszezi, eközben Magyar Péter volt 20 évig a Fidesz ágyasa, úgyhogy már is megvan az összefüggés, ágyak, Magyar Péter, DK, kórházi klíma és minden között, minden mindennel összefügg, tehát beszélhetünk erről, de beszélhetünk az olimpiáról, vagy akár arról, hogy az ukránok betörése Oroszországba hosszabb ideje húzódik, mint amire bárki számított eddig. Ezeket javaslom, de bármi egyéb is szóba kerülhet. Tartsanak velünk a folytatásban is. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Legközelebb holnap reggel várom önöket a Startban. Balázsa, addig is legyen szép napjuk, viszontlátásra!